Először is gratulálok mind a két csapatnak, de különösképpen a saját csapatomnak, mert azt gondolom, hogy ma végre azt a teljesítményt nyújtották a srácok, amit hiányoltam a Tatabány és az UVS -e mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy nagyon jó vizirabdáztunk mindelől, mind hátul, tényleg összeszedettek voltunk. Kérem, nagyon jó játékvezetés volt ezen a mérkőzésen, azt gondolom, nem is volt talán annyira durva mérkőzés, hogy, hogy talán ez így, így könnyebb volt nekik, de tényleg a vízilabdáról próbált megszólni a történet, mind a két csapat vízilabdázott. Nagyon stabilak voltunk hátul, azt gondolom, kiváló kapusteljesítménnyel, és azt kértem a fiúktól, ha most elvesztegettünk pontokat olyan meccseken, ahol esetleg nyomt őket a tét, akkor itt, ahol elvileg esélytelenebbek vagyunk, itt próbáljuk meg ezt kompenzálni. Hál' Istennek, hogy sikerült, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, és remélem, hogy folytatják ezt a teljesítményt majd a jövőben is. Hát, ahogy Viktor elmondta, mindenkit kérte arra, hogy, hogy próbáljunk majd egy kicsit felszabadultan játszani, sokat lőni. Ugye az, az, az utóbbi mérkőzésen, Tatabányán elveszett három pontokért jöttünk, és el is tudjuk vinni ezt a három pontot. Úgy gondolom, hogy hogy mindenki oda tette magát, mindenki a max, maximális teljesítményt próbálta nyújtani, és ez sikerült is, ez az eredményen is látszik. És, és megyünk tovább a céljaink felé. Ugye tíz nap múlva játszunk a Vasassal, és ott is megpróbálunk egy egy jó mérkőzést játszani. Nagyon nehéz értékelni, mert az elején úgy ugrottunk vízbe, hogy mivel a, a tabányán az eger ikszelt, hogy egy győzelemmel meg tudjuk előzni rögtön a, az egert. De valahogy a meccs elejétől fogva már valami nem sikerült, hiába kaptuk a forrokat, nem tudtuk belőni, és utána is a, a Pécs a jobb helyzet kihasználásával, a, a nagyobb akarásával sajnos a meccs folyamán végig felülmúlt bennünket, és nem tudtuk megközelíteni sem őket, pedig nagyon akartunk, de görcsössé váltunk, próbáltunk kapust cserélni, az sem jött össze, Úgyhogy sajnos ö, ezen a mai napon ö, nem sikerült semmi, azt kell, hogy mondjam. Gratulálok a Pécsnek, mert teljesen megérdemelten ö, nyerték meg ezt a találkozót. Gyakorlatilag semmiben nem sikerült azt ö, ö, hozni, amit, amit elvártunk magunktól, és amit terveztünk, úgyhogy ö, nagyon nehéz ezt innen de azon fogunk dolgozni, hogy ebből a pofonból, és az utóbbi páros rossz valahogy ki tudjunk jönni. Csak a home mid.